Úgy látom, itt minden változatlan. Jaj, micsoda rend és tisztaság mindenütt. Jaj, és ezek az édes kis virágok. Úgy tűnik, megérkeztem Bové országba. Ti azért megismertek, ne? Volt egyszer egy birodalom, gubancos gubanc. Én voltam a kormányfője, egykor fő gubanc. Volt egy kerek erdő a hegy tetején, nem emlékszem merre, régen hagytam én. A világot jártam, szerencsét próbáltam, újat pont találtam, pálmán maradt hűs a lé, barángból is van elég. Bosszút állok én, megláttuk a végén, ki a nagy legény. Készítették a világhírű divattervezők. Nézzük meg! Na. Mi bajunk lehet? Úgy sem tudjuk megvenni, hisz nincs pénzünk. Jaj, hát jöjjenek közelebb, próbálják fel, az nem kerül pénzbe. Jöjjenek, tessék! Jaj! Na, tessék! Bodros! Ilyette már volnánk a boldos! Boldos! Húha és csillog a mindent kelme! Kelme? Szeretném, hogyha az enyém lenne! Ha lenne! Ez már nagy lányos, ez nem babás! Babás? Tetszik nekünk ez az új imás! Imás? Húha és csillog a mindent kelme! Kelme? Lenne. Kővel, zöld kővel, piros kővel, sárga kővel.
Ezek mind drága kövek, rengeteg van belőlük a királynő kincstárában. Magam is láttam. A királynő köveire gondolsz? Okos kislány. Na, egy kis marék kőjé. Akármelyik ruhát nektek. Na? Sürgős dolgomokat, a ruhákat tartsák meg, de az áráért visszajövök. Akkor tudom, hogy sosem éhes, akkor tudom, hogy sosem éhes.
Hát dehogy égek, csak szivarozom. Igazi férfias szenvedély. Még sosem láttatok ilyet? A világ sok országában jártam, mindenütt ismerik és szívják. Csak itt nem. Ez egy őskori birodalom. Így semmit nem ismernek, ami élvezet. Férfi gyerekek is szívják. Nem általános ugyan, de a rámenősebbje igen. Megkóstolhatom? Megpróbált, nem végez. Ő sem pusztult el. Ez nem jelent semmit. Attól még érkező lehet. Betoltatom. Marékkő a királynő kincstárából, hm? Az is valami?
a tekergők. Bodék, vigyázz! Tisztelek! Küldjük őket a Gubanc birodalomba.
Ott megtanítják őket dolgozni a munka becsületére, fegyelemre. Igen. Egy hét alatt odaír a királyi posta. Én mindent elintézek. Közeledik a nagy betakarítások ideje, lesz mit tanulniuk. Egy hét múlva indulnak a katonák kíséretével. Gyalog. Kemény menet lesz, de semmi engedékenység, lazaság. Gyalog kell megtennünk az utat. Némi elemúzsia és víz legyen ott a disznyában. Az öltözéket, amit szereztek, azt viseljék az úton. Igenis, az útra felkészülni. Víz, kegyél. Nekünk is. A katonák teljes ellátást kapnak. Első segélycsomagot és gyógyküveket figyelek magukkal, bármi megtörténhet az úton. Jó utat! Nagyon vigyázzanak rájuk. Igenis! Indulnunk kell hosszú út
után még előttünk. Csak néhány órát adottak, alig vonszolták magukat. Hűvös az éjszaka, megfázunk. Holnap majd megpihenünk a meleges üt a nap. Ébresztő! Föl kell! Ön! Ébresztő! Egy-kettő sorakozó. Lépés! Indulj! Nagy baj történt! Felbukkant a főbubanc! Mondtam, hogy mérjük ki!
Gyerekek, hallgass a nevet! Megrontotta a gyerekeinket! Ne íjjanak már! Találunk mi orvosságot a bajra, ha nem, csípje meg a mókus! Már megcsípte! Asszony, hozz ruhákat, öltözzenek át! Itt az erdőben egy alkalmas viselet. Aztán leülünk, megkóstoljuk az áfonya pálinkát, és sorra vesszük a dolgokat. A sok púlya meg gyűjtsön rőzsét az esti tűzhöz! Rendben van, felkókomám, de a bodén gyerekek nem tudhatják meg. Ne féljen, Bőzsoné, úgy felöltöztek neki, hogy a saját édesanyja se ismer magára. A sok gyertő pedig lakatot tesz a szájára, különben a heten éjszakáznak, a medve barna mellett. Erdőn járóznak a lányok, mennek a majdok, erdő szélén megállnak, onnan tovább sétálnak, májok, májok! Aztán mennek nagy a füle! És ebbe a füle füle, májok, májok! Mennek a majdok, erdő szélén megállnak, onnan tovább sétálnak, májok, májok! Aztán mennek nagy a füle! És ebbe a füle füle! Egyben vannak? Egészségesek? Nagyon fáradtak, hosszú voltozunk. Nem gyalogoltak ennyit egész életükben, mint a két hetes út alatt. Nem szokta a cigány a szántát. Nem szokta a cigány a szántát. Kapnak rendes ruhát, ne? Mézes áfonya terát és puha ágyat. Holnapra kutya vagyunk. Gyerünk, gubancok! Gyújtsatok az istalát! Ágyat vetni, teát főzni! Gyerünk, gyerünk! Foglaljanak helyet! Eljött az áfonya szünet ideje! Ígyunk, mielőtt dologhoz látunk! Asszony, hozz bort! Édes kedves pintes üvegem, süvegem előtted leveszem, ahol nálad előtt könyörgök, olyat iszom csak úgy nyöszörök. Így izad az, aki bort viszi, míg a temetőbe nem viszi, a temetőbe kiviszi, Isten úgy se több bort nem viszi. Ígyunk a találkozásra! Ígyunk! Erre kicsinya ordocska! Jobb, hogy erre menne, indult a lala, igarint az indult a lala, viszont belőle, részeg leszek tőle, indult a lala, igarint az indult a lala. Ígyunk a barátságra! A gyerekek rendben vannak? Alszanak már? Mutassatok, mutassatok,
rövid volt az éjszaka. Másolni napirendünk, uram. Sokat dolgozunk, s többet élek. És persze keveset alap. Ne uramozz, édes fiam. Mostantól kezdve én is közétek tartozom. Nem szeretném, ha a kótyogvittek felismernélek. Hát valahogyan szólítanunk kell. Sem bőzsbodélak, se uramnak nem lehet. Akkor mától legyél. Gubanc úr! De az igazán nem szolgáltam rá a nevemre, mert boldog az nem vagyok, de legyen. Aztán ne magázódjunk, mint az idegenek. No hát akkor ígyunk a keresztelődre. Én a Bert ura. No meg a csípős hajnalra. Az áfonya pálinka a legjobb orvossága idegre. Beszéljük meg az elbitangolt bodék eljövendő sorsát. Ehet, fiam, hívd be az asszonyokat. Hát mi jó? Mi jókból? Hát nálatok a fontos tanácskozásokon az asszonyok nem vesznek részt. Hát nem bizony. De ha akarod, tegyünk kivételt. Hús, fiam. Bemutatom! Gubanc Boldogot! Úgy sikerült, jó sikerült az átváltozásom. Mától fogva hívjatok Boldognak. Nem szeretném, ha a gyerekek felismernének. Igyekszem elkerülni őket. De az én maszkámnál fontosabb, hogy mi legyen velük. Tudom, hogy nálatok a tanulás a legfontosabb, a játék a legfontosabb dolguk, de nálunk ez nem így van. Első a munka, aztán a tanulás. És a játék? A gyereknek játszani is kell, azért gyerek. Játék közben sok mindent tanul. Alkalmazkodás, gazdagodik a fantáziája. Jaj, hát nálunk sem rabszolgál, csak mi másképp élünk, és ehhez nekik is alkalmazkodniuk kell. Ha nem tanulják meg, mi a feladatunk, kötelességük, rossz felnőttek lesznek. Tusták, céltalanok, boldogtalanok. Már sok beszédnek sem tanulja. Mi a feladat? Mindenkinek dolgoznia kell. A katonákkal. Jól beszélsz, fiam! A legfontosabb a jó példa. A gyerekek az írtáson szedik össze az elhulajtott ágakat. Kazalba hordják. Felsértik a kezüket és a lábukat. Jaj, ne aggodalmaskodjál, kedvesem. Tiszta szerezek egy-két vízfolyagot az egyedükre, de másban is nem lesz. Példáltáig még nem járnak iskolába. Na, ennek biztos nagyon örülnek. De minden délután vacsora időig énekelnek, táncolnak. Szóval mégiscsak játszanak. Játék is, meg tanulás is. Nagyon kemény munka, ha komolyan akarják csinálni. Pihenő napon majd megmutatják, mit végeztek, az az igazi szórakozás. Na összefoglalva, reggel erdő, fajgyűjtés, rőzeszedés. Délután vacsoráig tanulás, vacsora után... Gondolod, bölcsbodé, vagyis Boldog, lesz még elejük mást is csinálni? Hát eleinte biztos beletúvannak a rájba. De ha megerősödnek, lesz még elejük egy kis esti fogocskára, bújocskára. Na férfiak, dologra! Na, asszonyok, készítsük el a bevédet. A gyerekek ebédre jönnek. A férfiaknak készítek az ételt az erdőbe. Mutatja majd valaki az utat? Nem tudok elvédeni, a persze csatogás a legjobb irány. Oh.
fejszegenét kell megmarkolni, hanem a lányok derekát. Kiukad a vízfolyagom. Igen. Karold át a derekát. Mit érzel? Uhább, mint a fejszegyele, de nincs benne szálka. Címe: Kiskutya meg a szamár. Szamár megirigyelte a kiskutya jó dolgát, hogy mindenben a legjobbat kapja. Beszabad mennie a legszebb szobába, rászabad feküdnie a legszebb bánkosra, egész nap sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját meg a javát kapja, ő neki meg csak a kóró meg a puska jut. Meg is kérdezte a kiskutyától: miért szeret téged úgy a gazdasszony? Azért, mert tudok farkacsóválni és két lábon szolgálni, felelte a kutya. Na, ez nem nehéz dolog, felelte a szamár, majd én is megpróbálom. Mikor nyitva volt a konyha, besomfordált, két lábra állt, farkát billegette, a lábát nyújtogatta, hogy adjon tenyerest. A gazdasszony megijedt, sporolópálcával jól kiverte. A szegény szamár még máig is töri a fejét azon, hogy miért kapott ő verést azért, amiért a kutya dicséretet. Vigyünk egy kis lélekfelegítőt, aztán induljunk vár a munka. A munkával semmi bajom, de a lelkem nem melegítésre vágyik, hanem inkább fűtésre. Az elmúlt két hétben annyi pálinkát ittam, mint eddig életemben összesen. Tehát nem ízlik Boldog bátyja? Nem azt mondtam, édesanyám, csak hát megáll. Kis mennyiség gyógyszer, nagy mennyiség méreg. Na emberek, itt van a reggelünk. Induljanak be, hasukra süt a nap! Na, kikér áponyanek máros kenyeret? Én szeret kenyeret, és egy ilyen legyvár! Nem lesz az sok, te kis pákosztos! Anyukám is ez. Siessetek, induljunk el! Vigyázzatok egymásra, nem, hogy elmi vegyen valaki. Mire visszaértek, finom ebéd vár rátok. Mi lesz az? Lekváros derejem. Nem lehetne valami hús? A lekváros csak szélzében ül. Nem osztálkos. Na, simítsz az erdőbe. Remélem, hogy nem ismernek föl.
mondja, hol itt a gazda? A gazda az erdőben, a gazda a konyhában. Sok a vendég, sok a munka. Gyere krumplit hámozni! Ki az az ember? Nem ismerem, szóljunk a mamának. De ha csak gyerekem, nem érdekes, majd holnap visszajövök. Ajaj, úgy látom, keresnem kell egy jó kis rejtek helyet. Ahonnan mindent jól látok, jól hallok. Megvagy! Jaj, 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 segítség, segítség, megőrültek ezek a némberek, jaj! Jól emlékeztetek el, hogy a főkuba. Valóban ő lenne? Más a ruhája. Nem a ruha teszi az embert. Még a szagáról is megismerem. Kötözzétek a székhez, aztán majd a férfiak eldöntik, hogy mi legyen a sorsunk. Kegyelem, szép asszonyom! Ne hízzelek el, már nem vagy kapott kegyelmet, mégsem javasolták. Jaj! Jó, erősek, hogy sütöttek, de nem sem akarok! Jaj, legalább a kosarat tegyék le a fejemről, jaj, a kezem, jaj, a lábam! Legalább a rusnya képedet eltakarja. Egy órán belül megjönnek a kettőből, addig még kibírod. Dolguk van a konyhában, maradj nyugodtan! Ki vele? Legyen a kapu! Hát ez ki? Ki az? Ki kopog? Ki van a kapuban? Egy megfáradt vándor, aki eltévedt az erdőben. Akkor miért vagy buszba kötve? Nagyon ismerősek hangja. Ezek a bolond nőszemélyek ide kötöztek, még ezt a kosarat is a fejembe húzták. Nézzük meg, kit vett a kosár. Kapjon el a barna medve, ha rosszul látok! Erre a félguba! Mi történt? Medvét fogta? Ne bomolj, bakanál! A kérdés, hogy mi legyen a sorsa? Most légy okos, Domokó! Mi az a Domokó? Ez csak egy szólásmódás. A kérdés, mi legyen vele? Füstöljük fel! A szivarom veszek, jól esett! Ácsi, ácsi, ácsi! Gyerekek, irány mostani! Katonák, vigyétek a kamrát! De mi van? Hova hiszek? Na! Kamrába zártuk. Őket állítottuk. A szökés veszélyt elhárítottuk. Igen, igen, de ez csak átmeneti megoldás. Javaslom, hogy holnapra halasszuk a döntést. Holnapra helyes, mert holnap nagy nap lesz, jeles nap lesz. Hány hete is vendégeskedünk Gubanc barátainknak? Holnap lesz a negyedik. Hogy rohan az idő? Holnap Budé küldöttség érkezik a királynő vezetésével. Itt az ideje, hogy hazatérjünk. Úgy hiányoznak már a virágok, a patakok, a gyümölcsös kertek és a többi Budé gyerek. Ez így van rendjén. Ti is nagyon szeretettel bántatok velünk, és mint mégis honvágyunk. Erdő, de magos a teteje. Jaj, de régen lehullott a levele. Árva madár párját keresi benne.
Isten hozta Bodé ország királynőjét és alattvalóit. Barátok lettünk, mint örökre, a szeretet mindjárt össze.
és kedves vendégeink, köszönjük szépen a tapsokat. Elég szokatlan dolog, hogy a szerző az előadás után kijön a nézőtérre. Én úgy gondolom, hogy ezt most feltétlenül meg kell tennem, több okból is. Az első ok, hogy ma itt a Súgójuk egy új rendezőt avatott, Korbuly Kata személyében. A másik ok pedig az, ami a Súgójuk történetében először fordult elő, hogy ezt a darabot 2 hónap alatt állítottuk színpadra. Azért nagyon-nagyon fontos elmondanom, mert a szülők legtöbbje itt ül a nézőtéren, és nagyon jól tudja, hogy a gyerekeknek ez micsoda erőfeszítésbe került. A mindennapi próba, az iskola és az egyéb elfoglaltságok mellett igencsak elfárasztotta őket, megviselte őket, de beszélnem kell a felnőttekről is, akik szinte munkaidő után estek be a színházba és csinálták a dolgokat, szerintem nagyon jól. Szeretnék köszönetet mondani a gyerekeknek és a felnőtteknek, és mindazoknak, akik támogatták az ő munkájukat. Gondolom, legalábbis remélem, hogy meggyőződtek arról, hogy a színpadon állók nem akármilyen emberek. Képzeljék el, hogy a szereplők közül 2 ifjú ma még kémia versenyen és népdal éneklési versenyen is szerepelt. Lépjetek elő, legyetek szívesek! A Pakcili aranyérmet szerzett Maracson. Ilyen pedig a megyei kémia versenyen 8. helyet ért el, ami szintén nagyon szép. Természetesen meggyőződhetek róla, hogy a gyerekek nagyon sok mindent tudnak, ez nem csak a Súgójuknak az érdeme. Érdeme ez az iskolának, a Kodálynak és annak az iskolának, ahová a gyerekek járnak, a pedagógusoknak, külön szeretnék Germán Indalinek köszönetet mondani, aki ezt a kis hangya csapatot, vagy bolha csapatot inkább így mondom összetartotta. És hogy ez a darab létrejött, ez csak az ő érdemük, mert 3 éven keresztül nem tudtam úgy találkozni velük, hogy meg nem kérdezték volna, hogy mikor lesz a Bodé 2. Itt a Bodé 2, nem lesz Bodé 3. Illetve akkor lesz, hogyha ti megírjátok magatoknak. Jó? Jó, ígéretet kaptunk rá. Még egyet dolgot szeretnék elmondani. Tehát egy produkció, amit önök itt láttak ma, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak önök között, akik rendszeresen járnak színházba. Nem nagyon sok mindennel tért el az igazi profi előadástól. Ez pedig annak köszönhető, hogy a színházban egy olyan stáb dolgozik, amely képes igazi színházi szituációt, igazi színházi látványt létrehozni. Ez sem fordult még elő, és de én most szeretném megtenni, bemutatni azokat a kollégákat, akik segítettek ebben. A nézőtéren ül a fénytervezője, Jenő, én fénymágusnak hívom, légy szíves, állj fel. Ez magától nem működik, aki az előadást levezére, de húzás névig van, Derika fönt a toronyban, nem tudjuk. Az első felvonás zenéit és a zenekísérettel rendelkező énekeket Ferenc Gabriel létszési létjelő, mert nem mindenki ismerni. Ennek megszólaltatásában a gyerekeken kívül még segített Tomázi Attila, nem tudom, hogy itt van-e a nézőtéren.
Kincsét, aki már több ízben segített minket, de nem hallották volna, hogyha két hangtechnikus, Gotthárd Viktort a toronyba, és a nézőtéren Haraszti Márk. Nem segített volna, benne köszönjük szépen, és nem utolsó sorban szeretném még kiemelni az ügyelőt, aki mindig elbújik itt a függöny mögött. Csopi, gyere, légy szíves! És azokat a kollégákat, akik nem lehetnek itt jelen, mert dolguk van, akitől a jegyet vették, akiknek a kabátokat átadták, és aki tisztán tartja a színházat. Köszönöm szépen munkájukat! Úgy gondolom, hogy nagyon boldogok vagyunk, igen? Boldogok vagyunk? Igen! Köszönjük szépen a tapsokat, kellemes estét kívánok mindannyiunknak!